Van drák? Szörnyűködött hitetlenül. Van drák, figyelmeztetett? Igen, miért? Van drák meri mondani valakiről, hogy korlátolt és tehetségtelen? Nem által az a korrupt csibész valakiről véleményt mondani? Hát kell tőle ravaszabb, s amellett szánalmasabb alak? Hiszen az az ember csupa számítás és rossz indulat. Az téged kihasznál, kiszipolyoz, kiszívja a velődet, elcsalja a pénzedet, kilúgozza a tehetségedet, aztán leráz magáról, mint valami felesleges kacatot. Sőt, lehet, hogy a végén beléd is rúg. Azonnal megszakítasz vele minden kapcsolatot, és ha esetleg közeledik feléd, rendőrért kiabálsz. Megértetted? Azóta csak éjfél után merészkedem ki az utcára. Akkor is óvatosan surranok kapuajtól kapuajig, mint egy tolvaj. Mert jön Teofil, jön Bakula, jön Vandrág. És esetleg jön még egy ember, aki majd azt mondja, hogy óvakodjam Gyuritól, mert himpellér, és az életemre tör. És tudom, hogy én akkor annak az embernek először szamárfület mutatok, aztán 9 golyót eresztek jó indulatú és gondterhelt fejébe abból a forgópisztolyból, amit a Bakulára vásároltam.